Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Az MSZP minden a menekült hullám kezelése érdekében előterjesztett észszerű szakmai javaslatról kész tárgyalni, amely a magyar emberek biztonságát erősíti, és a menedékjogot kérőket emberként kezeli, azaz humánus és tisztességes elbánást biztosít számukra. Ha valóban szükséges a vonatkozó törvények módosítása, abban az MSZP konstruktív partner lesz. Azonban a leghatározottabban fel fogunk lépni az ellen, ha a most tapasztalt menekült hullámot a Fidesz hisztériakeltésre, az idegengyűlölet szítására kívánja felhasználni. Márpedig éppen ennek lehetünk a tanúi. Amint a Fidesz előad, az a legsötétebb, legaljasabb politikai propaganda. Gátlástalan manipuláció, amelynek során a valós adatokat féligasságokon alapuló közhiedelmekkel és nyilvánvalóan otromba hazugságokkal mossák össze. Talán még mindenki jól emlékszik, hogy január 7-én a világ döbbenten szembesült a Charlie Hebdo szerkesztőségének lemészárlásáról szóló hírrel. Ez szörnyű merénylet volt az, amiben Orbán Viktor új politikai lehetőséget látott. Miközben Európa vezetői látványosan kiálltak a szabadság, a demokrácia és a szolidaritás értékei mellett, addig Orbán Viktor meghirdette az úgymond megélhetési bevándorlás elleni küzdelmet. Az emberek legösztönösebb félelmeinek felerősítéséből akar politikai tőkét kovácsolni. Mindezt egy olyan ország miniszterelnöke mondja, akinek kormányzása alatt közel 500 000 ember hagyta el hazáját megélhetési okokból. Ez a naljas propaganda hadjárat megindításához éppen kapóra jött az a terrortámadásoktól teljesen független körülmény, hogy az elmúlt hónapokban valóban drámaian megnőtt a hazánk határainál menedéket kérő személyek száma. A Fidesz célja egy új ellenségkép kialakítása, amivel ismét gyanakvást és félelmet lehet kelteni az emberek szívében. Ez az új ellenség a Magyarországot sáskaként ellepő gazdasági menekültek hada a Fidesz szerint. Ettől a magyar létformánkat fenyegető hatalmas veszedelemtől egyedül Orbán Viktor és élcsapata képes megvédeni a nemzetet. Ők pedig nem fognak tétlenkedni. Lesz itt minden, ami egy sikeres szabadságharchoz nélkülözhetetlen. Párját ritkító szigorú törvények, az ázsiai diktatúrák leghaladóbb intézményeinek átvétele, valamint állandó konfrontáció az Európai Unióval és nyugati szövetségeseinkkel. Aki pedig kritikát mer megfogalmazni, az nyilvánvalóan bevándorláspárti, és ezzel a magyarság idegen kultúrákban történő feloldását kívánó hazaáruló. Elborzasztó, hogy ezen aljas kommunikációs kampány ötlete a párizsi merényletek láttán pattant ki a Fidesz kommunikációs csapatának fejéből. Feltehetően ők azok, akik a bevándorlásban és az idegen kultúrák elleni küzdelemben vélték megtalálni azt a csodaszert, amelynek révén Orbán Viktor ismét erőteljes, harcos vezérként pózolhat a magyar nép előtt. Itt az idő, hogy a hamis propagandával szemben lássunk világosan a tényeket, és leplezzük le a hazugságokat. Tény, hogy az elmúlt két évben drámaian nőtt a menekült kérők száma. Tény, hogy a kérelmezőknek csupán egy elenyésző hányada kapja meg végül a menekült státuszt. Az is tény, hogy a menedékkérelmet benyújtók egy jelentős része még az eljárás befejezése előtt eltűnik a hatóságok elől. Tény, hogy mindez létező probléma, és elengedhetetlen a menekültügyi eljárások menetének és az abban közreműködő szervezeteknek a felülvizsgálata. És igen, valóban újra kell gondolni az Európai Unió tagállamai közti tehermegosztás kérdését is. Ugyanakkor hazug manipuláció a menekültek ügyét összekeverni a gazdasági bevándorlással. Magyarországon a lakosság kevesebb, mint 2%-át kitevő 140 000 bevándorló háromnegyede valamely Európai Uniós országból érkezett, döntő többségben magyar származásúak. Különösen félrevezető a határainknál jelentkező több ezer menedékkérőt úgy beállítani, mint akik Magyarországra akarnak bevándorolni és letelepedni. Ezzel szemben ugyanis az a tény az, hogy a menedékkérők és az elismert menekültek, ahogy tehetik, továbbállnak Magyarországról. Abban egyetérthetünk miniszterelnök úrra, hogy ezekről a kérdésekről nyíltabban, őszintében és teljes egyenességgel kell beszélni. Hát tegyük ezt. A párizsi, valamint korábban a londoni és madridi merényletekkel az volt a terroristák nyilvánvaló célja, hogy feszültséget szítsanak a társadalom többsége és a muszlim kisebbség között. Ők a tolerancián és a befogadáson alapuló európai politikai kultúrát akarják felszámolni. Tehát a merényletek célja éppen az volt, hogy az európai politikusok szájából olyan kultúrák harcát vizionáló mondatok hangozzanak el, miszerint a gazdasági bevándorlás csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre. A terrorizmus táptalaja ugyanis az, ha a különböző kultúrákban élő emberek fenyegetve érzik magukat.
Ezt a fenyegetést pedig épp az ilyen vezető politikus szájából elhangzó megnyilvánulások teszik félelmetesen hihetővé és átélhetővé. Szégyenletes, hogy éppen hazánk miniszterelnöke játszik a terroristák kottájából. Különösen fájó, hogy Orbán Viktor megnyilvánulására éppen aznap került sor, amikor Párizsban a terrortámadás áldozatai előtt tisztelegve származásértól, bőrszínétől és vallási hovatartozásról függetlenül több mint 1 millió ember tett hitet a szabadság és a demokrácia értékei mellett. Ami pedig a magyarországi helyzetet illeti, Orbán Viktor nyugodt lehet. Amíg ő a miniszterelnök, addig Magyarország biztosan nem válik a bevándorlók célországává. Az az Európa centrumától leszakadó, egyre inkább a közép-ázsiai diktatúrákra jellemző viszonyokat idéző ország, amivé Orbán Viktor teszi hazánkat, biztosan nem lesz a bevándorlók célpontja. Annak, aki azért hagyja el otthonát, hogy az Európai Unió területén vállaljon munkát, esze ágába sincs Magyarországra jönni. A magyarországi jövedelmi és megélhetési viszonyok ma már arra is alkalmatlanok, hogy az itt született, itt felnövő, hazájukat szerető magyar embereket itthon marasztalja. A valódi nemzeti sorskérdés ugyanis ma nem a bevándorlás, hanem az, hogy a magyar fiatalok százezrei sem Magyarországon képzelik el a jövőjüket. Persze még a legmanipulatívabb propaganda is részben valós alapokra épül. A kormánypárti politikusok a tömeges bevándorlás veszélyét a menekültügyi statisztikákkal akarják hihetővé tenni. A nemzetközi jog szerint a menekülteket védelem illeti meg. Ezek a nemzetközi jogi szabályok azt is meghatározzák, pontosan kik jogosultak erre a védelemre. Az az ország, amelytől menedéket kérnek, köteles megvizsgálni, hogy a kérelmező jogosult-e a védelemre. E szabályok alapján kaptak menedékjogot az 56-os forradalom után nyugatra menekült magyar honfitársaink százezrei is. A menekültügyet ennek szellemében kell nekünk is kezelnünk. A mindenkori kormány felelőssége, hogy a Magyarország területére illegálisan belépni próbálókat a hatóságok feltartóztassák, és megvizsgálják, hogy az érkezők jogosultak-e menekülteket megillető védelemre vagy sem. Amennyiben a menedékjog iránti kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, akkor az eljárásnak gyorsan le kell zárulnia. Kérelem elutasítása esetén szintén a kormány felelőssége az illegális határátlépők hazatoloncolása. Mindehhez ma is adottak a törvényi feltételek, bármit is állít ma itt önöknek Kósa Lajos vagy Rogán Antal. A jelenleg hatályos törvény szerint ugyanis 30 nap áll rendelkezésre a nyilvánvalóan alaptalan kérelmek elutasítására, és ezen idő alatt a kérelmezők nem hagyhatják el a kijelölt befogadóállomást. A hatályos szabályozás szerint is őrizetbe lehet venni a menedékkérőt, ha az eljárást akadályozza vagy alapos okkal tartani kell a szökéstől. Mindezek ellenére a Fidesz azt állítja, hogy a menekült státuszra nyilvánvalóan nem jogosult emberek ellátása fogja romba dönteni a magyar költségvetést. Mindeközben a rendőrség látványos akciókban szedi le a vonatokról az illegális határátlépőket. A kormánypárt frakcióvezetője és a keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatót ahelyett, hogy itt az országgyűlésben kérte volna számon a kormányt az alábbi kérdésekben. Miért húzódnak hónapokig az eljárások? Miért képtelenek a 30 napos előzetes vizsgálati eljárásban elbírálni a nyilvánvalóan alaptalan kérelmeket? Hogyan tűnhet el az eljárás alatt a kérelmezők többsége, amikor engedély nélkül a befogadó állomást sem hagyhatnák el? Miért nem képesek a határon elfogni az illegális határátlépőket? Hogyan jutnak át tömegével a határon, hogy végül csak a keleti pályaudvaron vagy éppen Győrben kerüljenek a hatóságok látókörébe? A válasz nyilvánvaló. A kormány nem képes kezelni a menekült hullámot, vagy talán nem is akarja. Hiszen valódi bevándorlók hiány csak a hazánkon átutazni próbáló menekültekre mutogatva hihető el a idegen kultúrájú emberekkel szembeni szabadságharc létjogosultsága. Ezért kezdett a kormány úgynevezett nemzeti konzultációba ahelyett, hogy érdemi megoldásokat tenne a menekült kérdés kezelésére. Holott a mindenkori kormány felelőssége, hogy a menekült hullám fogadására alkalmassá tegye az erre hivatott szerveket. A lehető leghamarabb dönteni kell azokban az esetekben, ahol nyilvánvalóan nem állnak fenn a menekülti nyilvánítás feltételei. De nem csak a gyorsaság, hanem a tisztességes eljárás követelményeinek érvényesítése is alapvető követelmény. Automatikusan a kérelem érdemi elbírálása nélkül senkit nem lehet visszafordítani, és ezzel üldöztetésnek, rosszabb esetben halálos veszedelemnek kitenni. Legalább az előzetes vizsgálati eljárás alatt biztosítani kell, hogy a kérelmező ne távozzon el, és a hatóságok rendelkezésére álljon. Ugyanakkor a nyomor, a háború vagy az üldöztetés elő menekülőket nem lehet bűnözőként kezelni, és börtönkörülmények között fogva tartani.
A Fidesz ötlete a menedékkérők automatikus, tömeges őrizetbe vételére nem csak embertelen, de rendkívül drága és haszontalan is. Sőt, hosszú távon még a magyar emberek biztonságát is aláássa. Pontosan tudható, mekkora terhet jelent az adófizetőknek a börtönkörülmények közötti fogvatartás. A magyar börtönökben megközelítőleg 18 000 ember tartanak fogva, ami hatalmas intézményhálózatot, évente 50 milliárd forintot meghaladó közpénzt és majd 9 000 főnyi személyzet munkáját igényli. Ezekkel a számokkal érdemes összevetni, hogy a sok más feladata mellett a menekültügyi eljárások lefolytató bevándorlási hivatal létszáma 1150 fő, költségvetése pedig 9 milliárd forint. Vagyis menekültügyre jelenleg a büntetés végrehajtásra szánt források töredékét fordítja a kormány. Ennek tudatába kérdem én, hova zárnák el becsléseik szerint idén érkező 100-150 ezer menedékkérőt, amikor a jelenleg is 140% felett van a BV intézetek telítettsége. Árulják-e, hol lesznek a menedékkérők fogvatartására szánt új táborok? Kik fognak vigyázni a fogvatartottakra, vagy hogyan fogják biztosítani a fogvatartás feltételeit? Önök a tűzzel játszanak, hiszen katasztrofális következményei lehetnek, ha a menedékkérőket borzasztó körülmények közé zárják, miközben az őrzésükről sem tudnak megfelelően gondoskodni. Kérdezem fideszes képviselőtársaimat, melyikük örülne egy ilyen potenciális időzített bombának saját választókerületében? Melyikük nézne azon város lakóinak szemébe, ahol ilyen menekülteknek szánt tábort vagy börtönt kívánnak létrehozni? Nem az lenne sokkal inkább mindenki érdeke, ha a pénzt és energiát az eljárások, menekültügyi eljárások felgyorsítására, a menedékkérők ügyének tisztességes rendezésére fordítanánk? Mert mindez bizony komoly kormányzati erőfeszítést és nyilván nem kevés pénzt kíván. Azonban a magyar emberek biztonságának szavatolása és a legalapvetőbb emberiességi szempontok érvényesítése nem pénz kérdése. Például a nemzeti konzultációra tervezett 100 milliókat nyugodtan fordíthatnák erre a célra, de a bankvásárlásokra költött 10 milliárdokból is jutna pénz bőven. Nagyon fájó és legkevésbé keresztény emberekhez méltó hozzáállás, hogy az idegen kultúrákból érkezőkkel szemben nem viseltetnek kellő empátiával. Ha már azonban sajnálatosan ez a helyzet, akkor legalább a határon túli magyarok szemszögéből próbálják nézni a kérdést. Mert bizony közülük most is sokan vannak, akik nem rendelkeznek magyar állampolgársággal. Különösen igaz ez a súlyos háborús konfliktussal terhelt Ukrajna esetében. Abban azonban egyetérthetünk a Fidesz vezérszónokával, hogy az Európai Unió által folytatott politika valóban felelőssé tehető az egyre súlyosodó helyzetért. Na persze nem azért, mert a Fidesz kívánságával szemben nem engedi bűnözőként kezelni a menedékkérőket. Az a menekült hullám, amivel ma a magyar hatóságoknak meg kell küzdenie, nem kis részben a kudarcos európai kül- és biztonságpolitika következménye. A hazánkba érkező menekültkérők többsége ugyanis koszovói. Beszámolók szerint Koszovó fejlődését az óriási munkanélküliség mellett a szervezett bűnözés és a mindenre kiterjedő korrupció teszi lehetetlenné. Ugye milyen ismerős problémák ezek, tisztelt képviselőtársaim? Mindez több év nemzetközi igazgatás után óriási kudarc egy olyan országban, ahol a felhasznált fizetőeszköz az euró, aminek biztonságát a NATO szavatolja, az igazságügyi rendszere felett pedig az Európai Unió bábáskodik. Hasonlóképpen elkeserítő a kép, ha az afrikai, észak-afrikai térséget tekintjük, ami a Dél-Európa országai számára okoz nehezen kezelhető migrációs nyomást. Hosszú távon tehát migrációs nyomás csökkentésére csak akkor van esély, ha az Európai Unió tágabb környezetében lévő országok biztonságot és megélhetést képesek biztosítani saját polgáraik számára. Ennek érdekében azonban az Európai Uniónak is tennie kell. Segíteni kell a gazdasági felzárkózást és aktív szereplálásra van szükség a válságövezetekben. Ha Orbán Viktor valóban a magyar emberek biztonságáért akar tenni, akkor azért küzdjön az Európai Tanács ülésein. Tisztelt Országgyűlés! A kormány a nemzeti konzultációval megoldás helyett szemmeláthatóan csak politikai haszonszerzésre, újabb 100 millió kitalicskázására, vagy épp a Kubatov lista frissítésére kívánja használni a kialakult helyzetet. Arra kérjük az Országgyűlést, legyen méltó a választói felhatalmazásához, és a politikai hisztériakeltés helyett a valódi megoldások megtárgyalásának és a döntéseknek adjon csak terepet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Tisztelt